Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket. A Fehérvár Televízió városismereti műsorát látják, melynek főszereplője természetesen Székesfehérvár. A szakértő pedig Váci Márk történész, városkutató, akit nagy szeretettel köszöntök a stúdióban. Szervusz Csilla, szeretettel köszöntöm én is a nézőket. Mindig jön valami új struktúra, ami kapcsán megismerhetjük a várost és a város történelmét. Akik velünk tartottak, tudják, hogy bemutattuk egyenként a város részeit, aztán jöttek külön épületek, külön utcák, külön tervezők és ismert emberek, akiknek élete nyomán ismerkedhettünk a város történetével. Most a fotósok következnek. Rengeteg csodálatos fotót hozott magával Váci Márk, amit meg tudunk mutatni, és tulajdonképpen ez a beszélgetés körvonalazódik majd a város fotó élete, azaz fényképész, mert azért eredetileg fényképésznek hívták őket magyarul, fényképészei köré. Hol kezdjük? Hát mielőtt belekezdenénk, azért azt hadd mondjam el, hogy nálam ez most egy aktuális téma, hogyha a szakmai pályámat tekintjük, hiszen éppen egy fotóadatbázisnak a szakmai rendezésén dolgozom, és hát ez a fotóadatbázis nem jöhetett volna létre, hogyha nincs a Szent István Király Múzeumnak az emlékmentés projektje, amelyet Szűcs Erzsébet művészettörténész irányított 10 évvel ezelőtt, és amiből rengeteg családi fotó összegyűlt többek között, illetve természetesen a múzeum tulajdonában megtalálható, főleg műtermi portrék, illetve akiről még mindenképpen meg kell emlékeznünk, Horváth Júlia, magyar irodalom, illetve nyelvtanszakos, valamint történelemszakos tanár, Szent István Király Múzeum egykori népművelője, az újkor történeti gyűjtemény munkatársa, aki fájdalmasan fiatalon 2002-ben hunyt el. Ő volt az első olyan, bár nem történész, de mégiscsak kutató, aki művészettörténeti képzésben, fotótörténész képzésben résztvettként Székesfehérvár fotótörténetét először összefoglalta. 1996-ban jelent meg a szakdolgozata, illetve ekkor írta meg, és 97-ben a Fotóművészet című folyóiratban ennek egy rövidebb verzióját publikálta. Nekem volt szerencsém az eredeti szakdolgozatot is olvasni. Az abban közölt fotók azért nagyon érdekesek, mert említett Szűcs Erzsi például felvetette, hogy ő még ezekkel a fotókkal például az újkor történeti gyűjteményben, vagy egyáltalán a múzeum fotótárában nem találkozott. Tehát most próbáljuk kinyomozni, hogy ezek a fotók például hol lehetnek. És ugye az 1860-as évektől indul maga a történet. Aki ezt a fotógyűjtést, illetve fotótörténeti kutatásokat összefoglalta, Kincses Károly, aki egyben mentora is volt egyébként Horváth Júliának annak idején ezen a fotótörténeti képzésen, és ő az, aki az emlékmentés honlapon ezt a fotótörténeti összefoglalót közzétette. Azóta Szűcs Erzsinek volt néhány kisebb kutatása, Horváth Júliának az 1996-97-es listáját, a Fehérváron működő fényképészekről és fotóműtermekről gyakorlatilag néhány tétellel sikerült kiegészíteni az elmúlt 26 évben, tehát azért kiugró eredmények nem születtek ezzel kapcsolatban. Általában ennek a listának az alapján tudjuk ezeket a fotókat datálni, elhelyezni, illetve hogyha címeket látunk, ugye a hátlapokon majd fogunk fotóhátlapokat is látni, rendkívül érdekesek, akkor ez alapján tudjuk a fotókat térben, időben valamennyire elhelyezni, tehát ezek nagyon jó támpontot nyújtanak ehhez, és hát természetesen én, mint egyfajta örököse ennek a kutatásnak és tovább folytatója, igyekszem ezeket a dokumentumokat, ahogyan lehet feltárni. Hát ez nagyon sok minden kell. Levéltári kutatás, a helyi sajtónak az átnézése, hirdetési anyagoknak az áttekintése, és még lehetne sorolni. Minden esetre itt az a lényeg, hogy Fehérváron a fotózás története az 1860-as években indul. Ezt ugye Kincses Károly megjegyzi a bevezető tanulmányában, vagy összefoglalójában, hogy ez azért nagyon érdekes és különös Fehérvár szempontjából, hiszen alapvetően egy polgárvárosról beszélünk, ahova azért a technikai újítások általában idejében megérkeztek, és hát ugye igazából a technológia ez 1840-es évek közepétől már rendelkezésre állt Magyarországon,
hiszen az egyik leghíresebb fotó, ami készült ebben az időszakban, 1844-ben Egressy Gábor színész készítette barátjáról és színésztársáról, Petőfi Sándorról, akiről ez az egyetlen fennmaradt fotó. Ez egy daguerreotíp felvétel, ugye ezüstözött rézlemezre készül, különböző gázokban oxidálva, fényezéses eljárással. Nagyon kényes munka volt egyébként, mert csak akkor lehetett tudni, hogy mi van ezen a lemezen, hogyha teljesen letisztították. Ez az egyetlen fennmaradt fényképfelvétel Petőfiről. Ennek az eljárásnak a használatáról Fehérvár vonatkozásában nem tudunk, fotó legalábbis nem található. Ugye ezek a felvételek azért nagyon különlegesek és értékesek, mert ezekből gyakorlatilag egy példány létezik. Tehát erre a rézlemezre ez elkészült, és akkor ez egy példányban maradt fenn általában. Illetve a másik a sztereoszkóp eljárás, ez az 1860-as évek elejétől van jelen Magyarországon. Ugye ez is gyakorlatilag azt jelenti, hogy van egy sztereoszkóp nevű masina, egy kezdetleges kis nézőke, amit ugye itt a fotón is láthatunk. Kettő darab fotó kerül be ebbe a, mondjuk azt, hogy gépbe, és ez a kettő fotót ugye egymásra vetíti, mint ahogy a távcsőbe belenéz az ember, ugye a jobb és a bal lencsével gyakorlatilag ez is egymásra vetíti a két képet, és ugye ennek az eljárásnak az az érdekessége, ennek a sztereogram eljárásnak, hogy így térben rekonstruálhatók gyakorlatilag a helyszínek. Ennek azért volt nagy jelentősége, mert 1861-ben gróf Teleki László halála kapcsán használták először ezt az eljárást Magyarországon, tehát rögtön a bűnügyi fényképezésben terjedt el, és ugye Mayer György fotós volt az, aki két ilyen fotópárt is készített gróf Teleki László holttestéről, illetve a dolgozószobájáról, ahol ez a haláleset megtörtént, és ugye így tudták a helyszínt térben is rekonstruálni, hogy a holttest hol helyezkedett el az íróasztalhoz, székhez képest, az íróasztalon található dolgok egymáshoz képest, tehát gyakorlatilag ezzel lehetővé vált az, hogy teljes mértékben eredeti állapotban rekonstruálják magát a helyszínt. Ez egy háromdimenziós eljárás az 1860-as évek elején, tehát rendkívül érdekes és tulajdonképpen megerőzi a korát. Fehérvár vonatkozásában az első ilyen sztereogram valamikor az 1880-as évek vége felé, inkább a 90-es évek elején láthatott napvilágot, legalábbis amit ismerünk. Ez a Halesi emlékművet ábrázolja, az eredetit. Ugye 1888-ban került felállításra, és 1909-ben egészítették ki Bori Jenőnek a leláncolt turulmadarával. Tehát valamikor a kettő közötti időszakban készülhetett, de ismerve az eljárásnak a történetét, valószínűleg még a századforduló előtt elkészült ez a fényképfelvétel. Tehát ez az első, amit ismerünk Fehérváron. Viszont az első adatolt fotóink az 1860-as évek végéről, 70-es évek elejéről származnak, ugyanis 1860-ban nyitotta meg a fotó vagy fényképészeti műtermét Pribék Antal fotós, fotográfus, aki aztán itt dolgozott a városban az 1880-as évek végéig, tehát mintegy 30 éven keresztül működött itt Fehérváron, és természetesen az ő munkáiból is hoztam néhányat. Ezek az elsők azok leginkább az 1870-es évek elejére datálhatók. Itt például egy bérkocsi is látható. Ezen a fotón sajnos nem derül ki a környezetből, hogy hol is készülhetett. Ugye itt a földszintes hosszú házakból ítélve és a fasorokból lehetett akár az alsóvárosban, vagy akár a felsővárosban is. Tehát a városnak ugye abban a falusias környezetében és területén, ahol ugye ezek a házak hagyományosan álltak. Tehát ez nagy valószínűséggel ugye egy külvárosi kép, és hát természetesen nem tudjuk azt sem, hogy kit ábrázol. Szintén az 1870-es évekből a hosszú temetőről és a benne található temetőkápolnáról van egy fotónk, amit ugye itt láthatunk ebben a formájában, szintén Pribék Antal készítette, illetve az ő műterme készítette magát a fotót. Ugye azt mindig érdemes elmondani, hogy azok, akik nagyobb műteremmel rendelkeztek a városban, nem feltétlenül személyesen készítették el ezeket a fotókat, hiszen aki hosszabb ideig űzte az ipart városon belül, az általában megengedhette magának azt, hogy segédeket, tanoncokat, inasokat foglalkoztasson.
És én itt ugye mindig a fesztikörképet szoktam felhozni példaként, ugye a magyarok bejövetele Feszti Árpádnak a híres körképe, ami ugye Ópusztaszeren a rotundában tekinthető meg. Hát erről is nagyon sokan elmondták, nagyon sokszor leírták már, hogy Feszti Árpád sem egyedül dolgozott ezen a festményen. Tehát ugyanerről van szó, hogy amikor például Privék Antal műterméből kikerül egy fotó, akkor nem írhatjuk rá például automatikusan azt, hogy Privék Antal készítette a fotót, hiszen nem biztos. Még akkor sem, hogyha csak a Privék Antal név szerepel mondjuk a fotó hátulján, mert aztán később különböző társai is voltak ráadásul, ott nyilván a kép az még inkább bonyolódik. Tehát eddig ugye olyan fotókat láttunk, amik külső helyszínen készültek, és még kettő ilyen fotót hoztam. Ugye az egyik az a Vármegyeházát ábrázolja, ugye a Vármegyei Közigazgatásnak, büntetőjognak a legfontosabb helyszíne, a központja, illetve egy Család az udvaron címmel jegyzett fotó. Gyakorlatilag ezeknek a fotóknak ugye nincsenek címei, hiszen nem úgy készültek, mint a festmények, hanem ugye általában vagy megrendelésre készítették őket ezek a fotósok, vagy pedig művész fényképekről van szó. Nyilván, hogyha lennének különböző katalógusok ezekről, ahova ugye a fotós bejegyezte mondjuk a képnek a témáját, vagy a címét, akkor ugye az alapján tudnánk ezt nevesíteni. Itt általában ilyen fantázia nevek vannak, ugye ez is Család az udvaron néven szerepel a különböző adatbázisokban. Viszont rengeteg információt kaphatunk a korról, akár az öltözködést tekintve, akár a családi viszonyokat tekintve, de hogy egyáltalán ezekről a fotósokról, a beszélgetésünkből ki fog derülni, hogy mennyire sok fotós dolgozott Székesfehérváron 100-150 évvel ezelőtt, és hát ilyenkor nem szabad elfelejteni, hogy akkoriban nyilván nem volt minden családnál fényképezőgép, főleg nem volt minden kik kezében egy olyan telefon, amivel fényképezni tudott, így aztán tényleg szükség volt az ő munkájukra, és hát a városban lépten nyomon találtak fényképészt akkoriban, akiket majd fel fogunk idézni, és erről nekem mindig az jut eszembe, hogy manapság hajlamosak vagyunk csak kattogtatni, és nem kinyomtatni ezeket a képeket. Vajon 100 év múlva majd ül-e itt valaki, egy történész, aki fel tudja idézni azt, hogy 2022-ben milyen fotók készültek azért? Igen, ez egy nagy kérdés, erre azért én is kíváncsi lennék, hát majd elmesélik az unokáink, vagy a dédunokáink annak idején. De nem árt erre gondolni. Igen, igen. Ugye a technológiáról beszéltünk, hogy hogyan változott, az is nagyon érdekes, hogy ezek a fotók már alapvetően kartonáltak. Tehát ugye kartonra készülnek, és ugye majd mindjárt látunk itt különböző hátlapokat, a századforduló környékén, tehát a 19.-20. századfordulóján pedig megjelennek az úgynevezett enyves hátú fényképek, tehát amik ragaszthatók igazából, akár egy levélbe beleragaszthatók, akár egy igazolványba például, rendkívül olcsók, tehát azért jutányos áron hozzájuk lehet jutni, és ugye ezek általában több példányban készülnek, mint ahogy ugye a mai igazolványképek, most elgondolkodtam egy időre, de hát ma is készülnek igazolványképek. Az én gyerekkoromban 25-30 évvel ezelőtt egyébként például több olyan stúdió volt Fehérváron is, ahol kifejezetten igazolványképeket készítettek. Na már ez is digitális. Tavaly vagy tavaly előtt kérdezte egy ismerősöm, hogy ő szeretne igazolványképet csináltatni, hol lehet, és talán két olyan helyet találtam, ahol biztos, hogy készítenek. Igen, mert valójában, ha elmész személy igazolványt csináltatni, akkor ott azonnak, tehát magával a kinyomtatott képpel senki nem találkozik, hiszen digitálisan megy a rendszerbe és kerül rá a kártyára. Így van, ugye ezek vannak még olyan papíralapú igazolványok, amikhez szükséges, de hát a legtöbb az már ugye kártyaformátumú, tehát ez is megy ki a divatból. De minden esetre ugye ezeket a kartonált fotókat azért jó darabig megtartották, tehát léteztek ezek még a 30-as években, sőt még a II. Világháború után is egy rövid ideig, de ugye nem csak a polgár és a nemes családok számára volt már elérhető ez az úgynevezett modern enyves hát, és ez azért egy érdekes kifejezés, mert ilyen névvel egyébként több fotószalont is nyitottak Magyarországon, az első éneket nyilván Budapesten. Ez már a 20. századba átvisz minket, de hogyha a technológiai fejlődést nézzük, akkor nyilván érdemes ezeket is áttekinteni. Alapvetően ugye a családi fotók azért továbbra is kartonált formában készültek, vagy nagy méretben, tehát amiket már mi is ismerünk, ugye nagy méretű fotókat, még nem azokra a fotópapírokra, amik aztán majd ugye a 20. század második felében lesznek használatosak, de már jó minőségű
fotókat lehet előállítani, amik mondjuk 100 év múlva is nyugodtan megnézhetők, és nem annyira kényes például a tapintásuk, nem válik le a fotó a kartonról, és a többi. Minden esetre Pribék Antal még ezt a kartonált fotóeljárást használta, ami azért is egy nagyon jó dolog, hiszen el lehet rajta helyezni a hátlapon ugye magának a műteremnek a nevét, a címét, és hát akár egy kisebb reklámot is, ahogy ezt láthatjuk egyébként most a különböző hátlapokon. Ugye ez az egyik első Pribék Antal féle fotóhátlap. Gyönyörű névjegy. Ez egy gyönyörű névjegynek is beillik, így van, ez valamikor az 1870-es évek elején készülhetett egyébként. Ugye itt különböző feliratok láthatók, van, amelyiken látszik a fotósnak, a fényképésznek a neve, az, hogy melyik városban található meg, és aztán egy idő után ugye elkezdik feljegyezni azt is természetesen, hogy helyileg hol találhatók meg ezek a fotóműtermek. A címek ugye folyamatosan változnak, erről már sokszor beszéltünk, nem csak a belváros, de egyáltalán Fehérvár kapcsán, hogy nem kell meglepődni azon, hogyha mondjuk egy adott fotósnál különböző műterem címeket látunk, nem biztos, hogy ez költözéssel is járt egyébként. Volt, amikor a házszám változott meg egy adott utcán belül, volt, amikor az utcának az elnevezése változott meg, tehát azért itt elég sokféle verzió létezik. Minden esetre a Pribék-féle fotóhátlapok azok nagyjából ugyanazokat az információkat tartalmazzák. Hogyha tovább megyünk, akkor itt ugye látjuk a következőt, ez már jóval díszesebb, tehát ez már biztos, hogy a 70-es éveknek a második felére tehető, amikor már Pribék ugye lassan 20 éve itt dolgozik Fehérváron. Egyébként 1869. október és 1872. április között ő helyettesített polgármesterként is dolgozik a városban, tehát meglehetősen nagy tekintélynek örven. Ugye őt követi Novák Kálmán a polgármesteri tisztségben, 72-től 78-ig újra választják, viszont nem tudja kitölteni a mandátumát, gyakorlatilag az első évben elhunyt egy hosszon tartó betegségben. Betegen indult már újra a pozícióért, de mégis megválasztották, eleve kapacitálták arra, hogy jelentkezzen, és ugye 78-ban őt követi Havranek József. Csak hogy nagyjából így a dátumokkal képben legyünk. Sokszor fogom ezt a képkifejezést használni, nem mindig a fotókra. Tehát ugye Pribék Antalnak ez a következő, már meglehetősen díszes fotóhátlapja, amin már egyébként információként olvasható az is, hogy az izraeliták új imolája mellett található meg ez a fotóműterem. Ugye ez a neológ zsinagóga, ami az egykori, hát a Várkörúton állt egykor, aminek a helyére aztán ugye az Alba Régia Hotel épült a 70-es években. Tehát így tudjuk betájolni, ugye ez a háborús foghíterek, ami aztán a 60-as években játszótér volt, és ugye az utóbbi években építettek a helyére egy parkolóházat. Tehát itt volt megtalált az a Pribék-féle műterem, amit egyébként körülbelül 100 éven keresztül különböző fotósok használtak folyamatosan. És hát azért, amikor ugye Pribék Antal elhunyt 1888-ban, onnantól már rá lehetett írni azt, az utód rá tudta írni azt a fotóhátlapjára, hogy volt Pribék műteremben, mert tudta mindenki, hogy hova kell menni. Tehát használta tovább a nevet? Így van, így van. De akkor nézzünk azért további hátlapokat, mert ugye a változások ezeken is nagyon jól nyomon követhetők. Ugye Pribék Antal Székesfehérvárot, izraeliták imolája mellett a csatorna partján. Ezt olvashatjuk ugye. Ebből kiderül, hogy akkor még csatorna volt a Várkörút. Így van, ugye egy szabadon folyó csatornáról van szó igazából, amit majd a 20-as években boltoznak be. Tehát ezzel a csatorna parttal egyébként különböző üzleteknek a hirdetéseiben is gyakran találkozhatunk. Ugye itt már a stílus is változik, tehát ez biztos, hogy egy még későbbi anyag, amiről szó van, ez már inkább a 90-es éveknek az eleje. Illetve hát Pribék Antal néven ekkor még működik a műterem, de már nem Pribék Antal működteti alapvetően. Tehát itt azért a stílusok is folyamatosan változnak, nyilván ezt látjuk, illetve nemrégiben találkoztam egy olyan fotóhátlappal, ezt már nem tudtam betenni ide az összeállításba, amin pedig azt láthatjuk, hogy a volt Pendl-kertben, ez a Pendl-kert, ez ugyanaz a telek igazából, csak ugye így is emlegetik, hát ez nagy valószínűséggel ugye a zsinagóga építése előtti
időszak, hiszen az 1870-es évek elején épül fel ez a zsinagóga, és hát ugye valamihez kötni kellett ezt a műtermet, hogy melyik területen található, úgyhogy a Pendl kert, ami beépítésre kerül, ugye ezen a helyen volt ez a műterem megtalálható. És akkor ugye természetesen Pribék Antal is, ahogy ugye öregszik, és ahogy egyre nagyobb tekintélyre tesz szert, illetve különböző anyagokban olvashatjuk azt is, hogy az anyagi helyzete megrendül, főleg azért, mert nagyon sokat investál a műteremnek a fejlesztésébe, és egy időben azért kevés a megrendelése. Ez abból adódik, hogy egyre több fényképész jelenik meg a városban, főleg a 80-as évek elején, így kénytelen társulni. Már korábban is dolgozott együtt Bülch Ágostonnal, akivel 1879-ben kiállítottak az iparkiállításon, illetve az iparkiállításnak az emlékalbumát is ők készítették el, tehát a fotóanyagot azt ők készítették hozzá, és hát ezeken a különböző hátlapokon innentől kezdve azt láthatjuk, hogy Pribék és társa, Pribék Antal és társai, illetve Pribék és Bülch, ugye a különböző kiegészítő információkkal, illetve a kitüntetéseiket is láthatjuk már ennek a fotónak a hátoldalán például. Ugye az 1879-es, ha jól emlékszem, akkor ezüstérmet nyertek. Ez illetve meg komoly grafikai munka. Így van, illetve egy másik kiállításon Bécsben is nyertek érmeket, és a különböző kitüntetéseket itt felsorolják. Majd látni fogjuk egy Szigeti nevű fényképésznél, aki például udvari kamarai fényképész címet is nyer az egyik kitüntetésével, hogy ezt szintén feltünteti a fotóhátlapokon. Sajnos azt nem tudom egyébként, hogy ezeket a hátlapokat kik tervezték és kik készítették. Nagy valószínűséggel voltak olyan kvalitásos művészek, akár Székesfehérváron, vagy a fővárosban, esetleg Bécsben, akik ugye ezt rendelkezésre bocsátották. De hát tényleg komoly művészi munkát jelentenek. És hát a többi fotósnak a későbbi fotóhátlapján szintén fogjuk látni, hogy itt azért nagyon komoly grafikai tervezésről is szó volt, és hát ugye ez még azért meglehetősen a számítógépes tervezés előtti korszak, hiszen a számítógép is körülbelül 100 évvel később jelenik meg. Tehát Székesfehérvár fotó történetéből láttunk szabadtéren készült képeket, láttunk fotó hátlapokat, sokat beszéltünk műteremről, most láthatunk majd műtermi képet is. Természetesen azokat is hoztam. Ugye Fodor József szintén egy kedvelt fényképésze Székesfehérvárnak, aki csak néhány évig dolgozott egyébként ebben a Pribék féle műteremben, ebben a néhány évben készültek az ő különböző fotói. Az ő munkásságának az az érdekessége, hogy Horváth Júlia itt összesen 2 darab női portrét adatolt, ami Fodor József munkája bizonyíthatóan, ugye a fotóhátlapok alapján. Azóta már egyébként sokkal több előkerült, én fizikailag is találkoztam többel, illetve a különböző adatbázisokban is, ugye digitálisan jóval több elérhető, úgyhogy ezekből is hoztam néhányat, és azért igyekeztem úgy válogatni az archív fotók között, hogy természetesen azért néhány ismert személyt is meg tudjunk mutatni. Így például Fodor Józsefnek az egyik fotója, amit még Horváth Júlia nem ismert annak idén, dr. Kneifel Ferencről készült. Ugye Kneifel Ferenc ügyvéd, és a székesfehérvári Szent István király székesegyháznak az egykori karnagya, ugye a Kneifel karvezető dinasztiának tulajdonképpen ő a fehérvári alapítója, bár hát maga a kórus muzsika, a kórus éneklés az a családban már egyébként a korábbi generációkban is megjelent, de a családnak a fehérvári ágában Kneifel Ferenc honosította meg ezt a munkásságot, ezt a tevékenységet, és ugye ez a bizonyos karton állt fotó, amiről már eddig is beszéltünk, és ugye, hogyha megfordítjuk, akkor a hátlapján pedig látható ugye Fodor Józsefnek a hirdetésbe is beillő cégjelzése tulajdonképpen a megfelelő szövegezéssel, hogy ugye a Várkörút 29-ben található, gyakran láthatjuk ugyanebben a műteremben, ugye ez a Pribék féle műterem, azt is, hogy Várkörút 2, Várkörút 29 per A, valószínűleg változtak is a házszámok, illetve ez a Várkörút 2, ez egy ilyen furcsa dolog, valószínűleg itt egy ilyen tévnyomatról van egyébként szó, ami aztán elég sok fotónak a hátulján megjelent, hiszen a 2-es szám az ugye azért meglehetősen messze esett innen.
Minden esetre ezeket is jól nyomon követhetjük. Aztán egy családi fotót is láthatunk egyébként Fodor Józsefnek a munkásságából. Ugye itt néha a fotók elején is megjelenik egyébként a műterem, illetve a műterem tulajdonosának a neve, monogramja, akár a címe is, illetve szintén elhoztam ennek a fotónak a hátlapját is. Ezt is mindenképpen érdemes megtekinteni. Ugye ez már más stílusban készült alapvetően, ez már a szecesszióhoz közeli stílus. Kevésbé látszik egyébként, azóta már találkoztam Fodor Józsefnek olyan fotójával, ami jóval nagyobb maga ez az embléma, hát ez még ez a kisméretű. Igazából minden esetre erről is azért jól leolvashatók a szükséges információk, illetve azt is láthatjuk, itt már például az FE monogram megjelenik. Vannak olyan fotósok Fehérváron, például a szigetiek, akik nagyon sokszor csak monogramot használnak, viszont a monogramok alapján is jól beazonosítható, hogyha nem is tudjuk személy szerint, hogy melyik illetőről van szó. A szigetiekről majd mindjárt fogok beszélni, ott legalább négyen voltak ugyanezzel a családnévvel, és többnyire rokonok is, de legalább azt tudjuk, hogy melyik műterem lehet. Közben egy kicsit úgy is néztem a fotókat, hogy ha itt lenne közöttünk egy profi fotós, tudná elemezni, hogy milyen érdekes volt, hogy semmi háttér nem látszik. Tehát azért ez is egy valamiféle technika, illetve a különböző beállítások, ugye ma hogy fordítják az alanyt egy fotózáshoz, hogy akkor például Kneifel Ferenc fotójánál, hogy áll, és a családnál pedig annyira látványos, hogy a családfő, ő ott a családfő, ő az úr. Tehát ezen a beállításon ez annyira látszik, mint ahogy látszik az anya és a gyermekek közötti szeretet is. Tehát azért sokféleképpen, nyilván ez nem a történész feladat, hogy így elemezzen egy fotót, csak az ember ilyet is lát rajta, ami sok mindenről árulkodhat. Igen, ugye ezek az adatbázisok azért is nagyon jók, mert általában leírásokat is tartalmaznak. Tehát ha tudjuk, hogy kik találhatók a fotón, ha nem tudjuk, akkor is egy rövid fotó leírás készül. Gyakorlatilag a szöveg alapján, hogyha nincs is valaki előtt a fotó, akkor is el tudja képzelni. Tehát ez egy olyan leírás, ahol szöveg alapján bárki a fantáziáját felhasználva maga elé idézheti ezt a képet. Tehát az, hogyha mondjuk egy fiatal nő portréjáról van szó, ugye nagyon sok fotó fut mondjuk ezen a munkacímen, vagy ezen a fantázia néven, hiszen nagyon sok nem beazonosítható, akkor ott ugye rendszeresen szerepel az, hogy egy fiatal nőről van szó, nagyjából mikor készülhetett ez a fotó, úgyhogy ha ismerjük a készítőjét, akkor ugye körülbelülre lehet datálni, legalább adott évtizeden belül, milyen ruhát visel, esetleg milyen háttér van mögötte, milyen pózban áll, könyököl, áll. Hát a csípőretett kéz az viszonylag ritka, mert ugye nem illendő egy műtermi fotón, de előfordul ilyen is. Ha van mellette valamilyen kiegészítő, van vele kisgyerek, rokon, bárki, akkor természetesen ez is a leírásba belekerül, és így kaphatunk egy nagyon jó összképet. Lehet, hogy butaság, amit mondok, de minthogyha a cirkuszi artisták esetében látnék olyan fotókat a múlt századból, ahol csípőretett kézzel pózolnak. Igen, tehát ez a pózolás, ez ugye azért nem annyira tartozik hozzá az elegáns fotókhoz, vagy mondjuk a családi fotókhoz. Tehát én még nem láttam olyan fotót, ahol mondjuk gyerek grimaszolt volna a családi képen, amikor ugye elmentek a műterembe, és hát azért nem túl olcsón elkészítettek egy fotót, tehát azért ott nem lehetett ilyeneket ugye megtenni. Ráadásul ezeket általában rokonságnak küldték tovább. Ugye, hogyha egyetlen egy szemét ábrázol a fotó, tehát egy portréról van mondjuk szó, akkor ezeket ugye akár névjegyek helyett is küldték, ajándékba, bemutatkozásként mondjuk fotót mellékeltek egy levélhez, tehát ez is nagyon gyakran előfordul, és nyilván az illető szemétől is vártak cserébe egy fotót, illendő volt fotót küldeni. Én találkoztam például olyan fotóval, amin az ábrázolt személy egyértelműen beazonosítható, mert az illető, aki ugye leadta, elmondta, hogy melyik felmenőjéről van szó. Dr. Prohászka Ottokár megyés püspöknek címzett fotó egyébként. Valamilyen úton, módon ez bent maradt a családi hagyatékban, és nem jutott el például Prohászka Ottokárhoz. Lehet, hogy az illető személy mégsem küldte el.
utólag. Közben azon is gondolkozom, hogy nyilván az, hogy ezek a beállítások ilyenek, a technikának is köszönhető, hiszen egy-egy fotó nem egy kattintással készült el, tehát ott bizony tényleg be kellett állni, így aztán ilyen életszerű, véletlen fotókkal biztos nem találkozunk abból az időszakból. Hát, hogy ezek a műtermi fotók pontosan mennyi idő alatt készültek el, azt én nem tudom. Hát ugye jóval gyorsabban, mint egy festmény nyilván, vagy mint egy ceruza. Az exponálásra gondolok. Tehát az egyértelmű. A daguerrotípiával kapcsolatban én azért egy nagyon picit utána olvastam egyrészt az eljárásnak, hogy mégis milyen lemezre készült. Ott az exponálási időnél olvastam én mindenféle adatokat, hogy ugye ez 1830-as évek végén, amikor ez megjelent, akkor akár 25 percet is igénybe vehetett az exponálás. Aztán a 40-es években, tehát amikor például Petőfiről készült a kép, akkor akár már 90 másodperc alatt is el lehetett készíteni. És az 50-es évek végére, amikor ugye ez az eljárás még divatban volt, még nem szorította ki a papírkép, akkor pedig általában ilyen 10 másodpercre sikerült ezt az időt levinni. Hát nyilván a műtermi fotóknál is azért fontos volt, hogy az ember legalább egy pár másodpercig mozdulatlan maradjon, ne pislogjon bele, én rendszeresen pislogok a képeken, ne vágjon fura arcokat, tehát azért én azt gondolom, hogy itt már nem az exponálás tartott nagyon sokáig, hanem amit láthatunk a különböző kosztümös filmekben, amikor mondjuk festett portré készül, a beállítás ugye eleve, hogy mindenki úgy álljon a fotón, ahogy kell. Azt nem mondom, hogy ahogy életszerű, mert nyilván ez egy beállított fotótól nem várható el. A családfő legyen büszke, ha gyászol a család, akkor ugye fejezzék ki ezt a gyászt, nem csak az öltözékben, hanem nyilván a mozdulatlanságukban, testtartásukban. Ha katona emberről van szó, akkor ugye be kell állni a megfelelő pózba, feszesen, vigyázba. Ha kisasszonyról van szó, akkor nyilván szintén, tehát azért ennek nyilván megvoltak a finomságai, ezért gondolom, hogy ezek a fotósok, ezek nem csak egyszerű fényképészek voltak, de nagyon komoly fotóművészek is. Hiszen ahogy említetted a mai kort, nagyon sokat kattingatunk, ugyanarról az emberről lehet csinálni mondjuk egy sorozatot, és akkor kiválasztjuk, hogy melyik a megfelelő. Hát itt azért alapvetően nem erről volt szó, ugye az eljárás sem volt annyira olcsó, maga a készfotó is azért elég költséges volt, és hát bizony azért nem lehetett válogatni, azt mondani, hogy na ezt nem kérjük, mert hát mondjuk egy pribék fotósnak az idejét ezzel rabolni, hogy elkészítünk feleslegesen akár egyetlen egy fotót is, azért ez nem volt illendő semmiképpen. El tudom képzelni, hogy a családok életében ez ünnep volt, amikor így fotózásra mentek és megadták a módját, már csak azért is, mert fel is kellett öltözni, sok időt kellett rászánni, és oda kellett figyelni. Bizony, hát ez mindenképpen esemény számba ment, hogyha egy család fotózkodott, és aztán jóval későbbi történet, főleg már a 30-as évek terméke, amikor ugye a családokban is megjelennek az első fotómasinák, fényképezőgépek, és már elkészülnek az első amatőr családi fotók, ahova azért ugyanúgy be kell állni, meg nyilván életképek, meg pillanatfelvételek is készülnek, de hát azért ott is igyekeznek spórolni nyilván a nyersanyaggal. Hát vagy legfeljebb nem hívják elő azt a fotót, ami nem jól sikerült. Visszatérve Fodor Józsefre, ugye láttuk ezt a családi fotót, és érdemes megnéznünk a Két hölgy című portréját is. Ugye valószínűleg ez az egyik fotó, amivel Horváth Júlia annak idején találkozott, hiszen én találkoztam több Fodor József féle képpel, amin hölgyek találhatók. Kettő olyan van, ami valószínűsíthető, ez a páros portré, illetve van egy olyan, amin egy hölgy egyetlen egy maga található. Tehát ezeket is ugye bizonyíthatóan Fodor József készítette, hiszen ugye a képnek az alján is látszik, illetve a hátoldalán is természetesen ugye egyfajta hirdetésként megtalálható, és ugye a Két hölgy után ezt a Fiatal hölgy portréja munkacímet viselő képet is meg tudjuk mutatni. Tehát ezekkel találkozhatott Horváth Júlia, amikor ezeket a kutatásokat végezte. Az én kedvenc Fodor József képem az viszont teljesen mást ábrázol. Ez a Kocsmázók címet kapta. És hát ugye több érdekessége is van. Egyrészt ugye... Kései kocsmázók, ahogy igen, nézem. Igen. Egyrészt ugye ez egy fekvő fotó, nem portré. Valamennyire beállított, mert nyilván ez nem a valóság.
Tehát, hogy azért teljesen részeg embereket nem megy oda senki fényképezni, főleg ismerve ugye a kornak a technológiáját, hát lehetőségesen nagyon lett volna rá, mert valamelyik biztos, hogy négy kézláb oda mászik, és mondjuk a bokáját kiüti. Tehát ez egy beállított fotó. Ugye két úriember található meg, ha jól emlékszem, akkor talán Fekete József és Fekete Imre. Fekete József kocsmáros volt, valahol a Felsővárosban volt neki egy kocsmája, most a címet nem tudom pontosan idézni. Minden esetre leírják a visszaemlékezésekben azt, hogy Fekete József a saját kocsmájában soha nem ivott. Ez azt jelenti, hogy ez a fotó biztos, hogy egy másik kocsmában készült, és hát ugye nagyon jó hangulatfotó, azok a nagy üvegek, amik ott láthatók az asztal lábánál, illetve a kép előterében azok sörös üvegek. Tehát azért ezt úgy kell elképzelni, hogy ugye a sörnek, a kimért üveges sörnek az űrtartalma az jóval nagyobb volt, mint mostanában. Ugye most már kezd elterjedni ez a 0,33-as is, hát a liter alatt nem nagyon árultak. Ilyen üveges kiszerelésben a sör. Valószínűleg nem volt olyan erős, viszont nagyon jó minőség volt. Ugye leginkább kőbányán készítettek egyébként a dréherék többek között, és ugye fekete és zöld üvegekben árulták. Ez még nem az a korszak, amikor ugye elmondják a 60-as években, hogy mondjuk Kanizsán azért palackoznak zöld üvegben, hogy a különböző dolgok ne tűnjenek fel a vásárlónak, hanem ez volt a klasszikus sörös üveg. Tehát ez egy felsővárosi kocsmában készülhetett, és hát ugye a fekete testvérpár található ezen a beállított fotón. Tudom, hogy jól feltételezem, hogy kerthelyiség, mert hogy ott a háttérben apácarácsot látunk. Igen, nagy valószínűséggel kerthelyiség, meg ráadásul a fotón is az látszik, hogy ez valószínűleg egy ilyen homokos, vagy legalábbis döngölt földes padló, ami nagy valószínűséggel nem a kocsma belterében volt valamikor, tehát ez egy kinti jelenet lehet alapvetően. És ugye, ami még az érdekessége ennek a fotónak, tehát családtörténeti, ipartörténeti érdekesség, illetve az, hogy ugye itt a Fodor Józsefnek a neve, az ugye a képnek a jobb szélén jelenik meg, tehát ez egy fekvő fotó alapvetően, talán jobb is ez, hogy nem állóban készültem, sokkal részletesebb. Fekszik, mint a rajta lévők. Így van valamelyest. És akkor itt váltunk fotóst, fényképészt? Váltunk fényképészt, de műtermet nem. Ugyanis az 1880-as évek végétől, 90-es évek elejétől egy Erbl és Pitch nevű hát üzlettárs páros kezd el dolgozni ebben a műteremben, és elkészítenek egy rendkívül jó fotót 1888-ban egy fehérvári ünnepi körmenetről. Ennek a fotónak az az érdekessége, hogy ugye ha szemből nézzük, már pedig a fotókat szemből nézzük, ugye a jobb szélén belóg a püspöki palotának az épülete. A szemközti épület az ugye, hát nagyon sokáig csemegeként volt ismert, akkor nevezzük így, mert szerintem a legtöbben így ismerik. Ugye az úgynevezett Pollák sarok Fehérváron, ahol egykor a Pollákféle cipőüzlet működött. Aztán ugye a ciszterci templomnak a kettős tornya az egyértelműen és jól kivehető. A képnek a bal szélén pedig ugye az egykori Ferences rendháznak az épülete, ahol ma ugye az Egyházmegyei Múzeum található. Lehet, hogy fényképészünk a Városháza erkélyén volt? Nagy valószínűséggel igen, hiszen körülbelül ebből a szögből lehet ezt a fotót elkészíteni. Ez egy nagyon jó meglátás. És ugye a fotónak még az az érdekesség, hogy egy földszintes épület látszik rajta, hogyha így a Ferencesek tömbjétől egy kicsit tovább megyünk. Ebben a földszintes épületben egy kereskedés működött, illetve részben egy fotóműterem is. Aztán ezt az épületet lebontották, és egy emeletes ház épült a helyére, ami a Ferencesennek lett egyébként az emeletes bérháza. Ez gyakorlatilag a Juhász Gyula utca köz felől, ugye Juhász köznek szokták általában nevezni, felől található meg. Itt működött nagyon sokáig például Klöckner Péternek a könyv és papír kereskedése, amiben többek között fehérvári fotók alapján készült képeslapokat is árusítottak. Nem tudom, hogy innen jól látom, de igen, sok a résztvevő.
Meglehetősen sok, ugye itt egy ünnepi körmenetről van szó, egy nagy egyházi ünnepről, ami ugye nagy valószínűséggel egyébként püspöki részvétellel zajlott, és ugye az egyházmegye, főleg ugye Fehérvár papságának a jelentős részvételével, és hát ugye a hívő tömeg azért meglehetősen nagy, és elfoglalja azt a teret, amit még ugye ekkor azért elég jól lehetett használni, hiszen 1928-ban jelenik meg Bori Jenőnek a Püspök kútja, az első köztéri alkotás ezen a területen, ami ugye már ketté osztja ezt a teret, és aztán ugye 38-tól 43-ig van egy rövid időszak, amíg az országalmát nem állítják fel, akkor megint egy nagy egybefüggő tér van, és 1943 óta pedig megint ez a mondjuk azt, hogy ketté osztottsága van ennek a térnek, tehát itt még egy nagy egybefüggő területről van szó. Az említett fotósoknál is van hátlap, amiről beszélhetünk. Ez lehet, hogy pont az ünnepi körmenetképnek a hátlapja? Ez pont annak a fotónak a hátlapja. Igen, az Elbl és Pitch cégtől nagyon kevés fotót ismerünk, amin konkrétan a műteremnek a neve címe szerepel, úgyhogy azért is ennek a fotónak a hátlapját hoztam. Itt ugye különböző múzeumi leltári számok is láthatók ezen a fotón, tehát a Szent István Király Múzeum tulajdonában van ez a fotó, ugye az újkor történeti gyűjteménynek a fotótárában található, hiszen ugye fotók azok gyakorlatilag az újkortól kezdve vannak ugye napjainkban is. És hát ugye itt látható a műteremnek az emblémája, és erről leolvashatjuk, hogy ugyanarról a műteremről van szó továbbra is. Tehát gyakorlatilag, mióta elkezdtünk beszélgetni, azóta egy tapottat nem mozdultunk a Várkörútról, hogyha a műteremről. Pedig néhány fényképésszel már volt dolgunk, így van, akit és említettünk. Még lesz is. Úgy látszik, ez volt a legjobban kihasznált műterem, amelyben szívesen dolgoztak, és egy újabb fényképész következik. Schmidt Vilmosnak a nevével, illetve a munkásságával ismerkedhetünk meg. Schmidt Vilmosnak a neve azért nagyon fontos számunkra, mert, és erről már valószínűleg a következő adásban fogunk beszélgetni, egy Majláth János nevű fényképésszel társul, és ez a Majláth nevű fényképész készíti el azokat a számunkra rendkívül jelentős fotókat, amik Fehérvár város történetében és építészet történetében is nagyon fontosak. A Majláth-féle fotók közül kettőt hadd említsek, a színháznak az alapkőletételéről készítette a fotót 1872. augusztus 20-án egész pontosan, illetve az egykori budai kaputoronyról, amit 1872-ben bontottak el, valamikor az utolsó pillanatok egyikében szintén ő készítette el azt a fotót, amit ma is gyakran láthatunk különböző forrásokban, tehát ezek mindenképpen forrásértékű és dokumentumértékű fotók. És a Schmidt-féle műteremnek pedig azért is nagy fontossága van, egyrészt mert az 1860-as évek elejétől szintén működik itt Székesfehérváron, tehát Pribékkel párhuzamosan dolgozik, és ebben a Schmidt-féle műteremben szintén több fotós megfordul majd a későbbi évtizedek során. Ez kezdetben ugye Kórház utcai címet viselt, aztán Fazekas tér címet is, ugye a Fazekas piac az ezen a környéken volt megtalálható, mai Városháza, illetve Polgármesteri Hivatal, Szent Imre templom, zeneiskola, tehát ezen a környéken, és ugye a Fazekas teret innen kezdték el tulajdonképpen számozni. Aztán Kórház utcaként szintén szerepel a későbbiekben, ugyanis ugye ez az a terület, aminek a vége, a mai Szénatér és Rákóczi utca sarka, ugye az egykori városi kórháznak az épülete, tehát innen nevezik ugye Kórház utcának is ezt az utcát. Aztán később lesz belőle Bazilika tér, nevezik ugye Koronázó térnek is, napjainkban is így ismerjük. Ugye a két rendszerváltás között, tehát 1945-től a 90-es évekig a Szabadság térhez tartozik ez a terület, tehát rendkívül sok címváltozás van, és ráadásul ebben a műteremben rendkívül sok fotós is dolgozik ráadásul. Ugye ez a püspöki palotával szemközti terület, az egyik épület, amiről szó van, és aztán később ennek a szomszédságában is nyílik egy fotóműterem, de ez már a 20. századnak a története. És hát azért Schmidt és Majláth fotóműtermében is meglehetősen sok jó minőségű és fontos fotó készül. Schmidt Vilmos már fotózta a katonákat?
Igen, sőt, hát már korábban is, már Pribék Antal is fotózott egyébként katonákat. Schmidtnél meglehetősen sokan fordultak meg. Ugye szerelmi zálogba is adtak különböző portrékat, hivatalos portrékat is készítettek magukról, természetesen a katonák, tehát ilyenek is léteznek. Úgyhogy főleg már későbbi időszakokban, például huszár uniformisban láthatunk fehérvári katonákat különböző műtermekből, és aztán majd egy jóval későbbi történet, megint egy kicsit előre szaladok a következő adásra, hogy az első világháború, a nagyháború időszakában pedig fehérvári fotósok katonák számára igazolványképeket is készítenek. Nyilván ezek más minőségben készülnek, általában ugye hátlap nélkül, tehát nincsen külön hátlapjuk, nincsen nevesített készítője ezeknek, de nagyjából tudjuk azt, hogy ezeket a portrékat ebben az időszakban kik készítették. Még maradt annyi időnk, hogy akkor megnézzünk egy ilyen katonai portrét. Igen, tehát az 1870-es évek, vagy talán a 60-as évek végének az időszaka. Ez az interiőr is egyébként jellegzetes és sajátos. Én több olyan fotóleírással találkoztam ezekben az adatbázisokban, ahol a háttér alapján azonosították be egyébként a műtermet, ahol maga a fotó készülhetett, hiszen vannak olyan jellegzetes darabok, amelyeket viszonylag gyakran használtak. Ugye ezek között voltak mozgatható díszletelemek is, mint egy színházban, és voltak rögzített fix elemek is, különböző műlépcsők, műkorlátok, tehát az olyan, mintha műfajról van szó igazából, hogy ugye a kép két széle között van gyakorlatilag ez az elem, mondjuk a korlát vagy a lépcső, és nem feltétlenül látjuk, hogy ugye ez nem valódi. Tehát itt is egy ilyen, mondjuk azt, hogy műkorlát és függöny előtt áll ugye ez az uniformisba öltöztetett úriember, aki hát nagy valószínűséggel ugye katona. Ezeknek a műtermeknek akkor kellett tér, tehát bizonyára nagyok voltak, hiszen azért az elég komoly, súlyos háttér ezzel az oszlopsorral, és ez csak egy, amit mi látunk belőle, úgyhogy biztos, hogy nagyobb térre kell gondolnunk. Igen, hát mindenképpen, tehát nem úgy kell elképzelnünk, mint aztán a későbbieket, hogy ugye egy kisebb szobában mondjuk egyetlen egy székre leültetnek valakit, mögötte van egy lámpa, valamilyen búra, és ugye akkor lefotózzák szemből, hanem itt azért sokkal nagyobb tereket kell elképzelni. Hát ha elképzelünk mondjuk egy festőműtermet, azért láthattunk ilyet nem is keveset. Fehérváron a 70-es években is épültek műteremlakások kifejezetten festők részére. Például Tóth Károly fotóműterme helyén, ugye az úgynevezett lábasházban, a 70-es években, ahol aztán a biztosító is működött nagyon sokáig a romkert mellett, ott is ezek hatalmas nagy műtermek voltak, a fotóműtermek is nyilván ilyen hatalmas nagyok voltak. Műsoridőnk hamarosan lejár, de én úgy gondolom, hogy a bajuszos katona átlapját még azért búcsúzóul nézzük meg. Igen, azért érdemes igazából megnézni, itt is próbáltam egyfajta sorrendet felállítani, ahogy ugye a képek hátlapján a feliratozás változik, úgy láthatjuk azt is, hogy hogyan haladunk előre az időben, tehát itt ugye Schmidt-Will most még egyedül, önálló fényképészként jegyzi magát, és ha jól emlékszem, akkor ez az a kép, amin a Fazekas tér 110-es szám alatt található meg ez a fotóműterem, amit ugye Pribék Antal kapcsán is elmondtunk, meg a következő adásban például Nemes Pál kapcsán el fogunk mondani, hogy a házszámok, elnevezések folyamatosan változnak, de a műterem az marad egy helyben. Nos, én köszönöm szépen ezt a sok képet és sok információt, egy kicsit megint megtudtunk valami Székesfehérvár történelméből. Vendégünk és szakértőnk volt a műsorban Váci Márk, és köszönöm természetesen a Fehérvár Televízió nézőinek is, hogy velünk voltak. Folytatjuk a fotók bemutatását két hét múlva Városrészek Titkai című műsorunkban. Addig is kellemes televíziónézést kívánok. Viszontlátásra!